De itt a bejátszóban még azt is mondtad, hogy tulajdonképpen neked az állandóság kell. Az ember azt gondolná, hogy ilyen örökké forgó, örökké kérdező, örökké alkotni vágyó, sokoldalú embernek, mint te, pont nem az ilyen nyugira lenne szüksége, hanem valahogy valami olyasmire, ami még talán jobban inspirálja, vagy tévedek? Azt tudom neked mondani, hogy 45-50 éves koromig minden ideiglenes volt, ha visszagondolok. Nem volt kellemetlen, a házasságaim sem voltak kellemetlenek, a pályám az meg különösen szárnyalt, de nem volt, minden ideiglenes volt. Nem, semminek nem láttam a következő évét. És amikor a rendszerváltozás jött, akkor meg különösen elbizonytalanodtam, mert láttam, hogy mindenki meghűl. És volt egy zalabéri házunk, még a gyerekeim anyjával, amit ott hagytam nekik, azt akartam átalakítani, és nem hagyta, mert azt tudtam, hogy el kell mennem Budapestről. Mert ha belefolyok, én impulzív ember vagyok, olyan, mint a Molnár Áron, és akkor beledöglök. És akkor kinéztünk egy házat, mert éppen a feleségem zalaegerszegi, ott voltak a szülők, a gyerek már megszületett, és meséltem éppen. Terveztettem egy házat, amit nem engedett a volt feleségem, épp Egerszegen, mert ott dolgoztam. És amikor Egerszegen kinéztük a házat, egy ugyanolyan elrendezésű házat vettünk, és ugyanaz a tervező, a Zsoppány nevű tervező tervezte. Tehát nem lehet becsapni a sorsot a jóisten, így kellett alakulni, és ez mentette meg az életemet. Tehát az elmúlt 30 év attól lett nyugodt, boldog, egészséges, mert olyan közegben éltem, és a feleségem annyira biztosítja ezt nekem.